barna vagy, de én mi vagyok? Te albíró vagyok! Ezt úgy hívják, hogy törökországi Riviera. Tényleg? De amúgy tényleg azt, hogy barna voltam. És vetköztet. Ja, mert még csak itt a kerestem, mint a lányokon, hogy tudod, a bikini pártnak volna. Halló mindenkinek, én Attila vagyok, és hát én se hiszek a szememnek. Még élek! Ha felismeritek, ki van itt? Sziasztok! Mary de la Cruz! Oh. Hivatalosan a csatornán. Sokkolajt az, amit most veletek is fogadtik közölni, ugyanis... Megnéztem a csatornán, és most nem tudom, hogy hülyeséget mondok-e, de szerintem nem. És hogyha jól láttam, 2020. május 31-én volt Marianna az utolsó kettes közös videónk, amiben csak mi ketten vagyunk, szóval a vacsora csata nem számít. Én nem akarom elhívni. Meg a legjobb barátos kiismerlek, hogy nem jár egy ütés. Ja, és az a legdurvább, hogy azóta nem is találkoztunk. Szóval ez most elég kellemetlen. Mi csak ilyen videós barik vagyunk, tudjátok, szóval 3,5 éve, hogy igen. Vagy? És mint látjátok, furcsa amcsi édesek vannak itt, szóval furcsa amcsi kaják királynőjét kellett ehhez meghívnom. Igazából feldobott nekem a Best Of-ból egy ilyen hirdetés, még nem is tudom, hogy melyik kajáról, mert tényleg nagyon sok ilyen különleges édesség van ott, és így rájöttem, hogy nekem ezek kellnek egy videóba, és egyértelmű volt, hogy a Mariant kérdezem meg, hogy csináljunk egy ilyen videót közösen, ő mondta, hogy természetesen, hiszen... KAJA! Igen. Köszönjük szépen a Best Of-nak. Nem lesz a leírásban majd a dolgoknak a linkjei, amúgy együtt válogattuk ki a dolgokat. Ja, ezt akartam mondani, mert amúgy Atti nagyon egyszerű dolgokat választott ki együtt, úgyhogy kellett vér a mester. Hát én hanyag munkát végeztem. Igen. Mi volt 2 perc után? Összeválogattam 8 dolgot, mint megállhatunk, és mondom, hogy még csak 3 sort néztünk meg. Végig kell pörgetni az egész oldalt. És így, mi? Nem nagyon, nagyon sok dolog van az oldalon, és ilyen volt, hogy Marianna, oh no, de ezt mind azokban a sorokban találtuk. Nem kezdjük is el, igen. Nagyon sok dolog van itt. Nézd! Nagyon, nagyon várom, már nem is tudom, mit várok el, jobb. Ezt el is felejtettem. Fejméretű nagy chipszek, szóval tökre jó. Ezt azt hittem, hogy ilyen ekkora lesz. Azt én is azt hittem, ez egy jégkrém. Kezdjük azzal? Kisbabának kisbaba jégkrém. Jó, kisbaba. Akkor az első dolog, amit a Marianna válaszott. Benny fagylalt formájú májva cukor. Mondom, a Benny az a márkája. Az az unokatesom a Benny. De amúgy tényleg. Úristen, hol van Zozó? Ezek nem történtek meg, ezek a dolgok. Mikor lesz Zozó valami videó? Mikor lesz a csatornádon videó? Ekkora legtól vissza! Na tehát bocsuk, igen. Ez egy jégkrémet imitáló májva cukor. Ez nagyon viccesen néz ki. És be van gomba csokiban. Ez tényleg amúgy kisbaba méretű. Elnézést, miért így? Nem tudom, próbálom. Marian elfelejtett videózni, így kell mutatni. Illatozd meg. Nagyon jó az illata. Nem. Megillatozni. Tudjátok milyen illata van? Mint milyen? Az olcsó Mikulás csokinak. Nagyon jó illata van. Igen, én tejérzékeny vagyok. Viszont december óta én nem fogyasztok semmilyen tejterméket, szóval úgy voltunk vele, hogy, vagy úgy voltam vele, hogy egyszer most belefér egy videó kedvéért egy kis bűnözés. Hát meg ilyen 3 év után visszatér, szóval ex. Arra kell. Ex. Hú, ez nagyon érdekes. Milyen puha? Ez egy pillacukor testvére. És ez a fele rózsaszín. Ja, amúgy pontozunk is, nem tudom, hogy 2020-ban, amikor te elvideót, akkor volt ilyen pontrendszer. Ettől többet vártam. Egyébként a pillacukor szerintem finom, igen, ez a félig fehér, félig rózsaszín. A csoki nem jó. A csoki az olcsó Mikulás csoki, tehát nem csak illatra, ízre is. Viszont azon gondolkozom, hogy ha ezt beraknánk, beraktuk volna a hűtőbe, akkor lehet, hogy jobb lenne. Alapjáraton ez az ötlet az, hogy kívül ropognia kéne. És belül puha, de ez nem ropog egyáltalán, szóval ilyen teljesen puha, csoki. Professzionális furcsán csika jellemző. Hány pontot ad erre? 10-ből? Aha. 3. Úristen, mint akkor a profival mondom. Én erre 10-ből 5 pontot adok. Belseje jó, külseje nem. És csak 3 pont, de azért betóta. Hát mert most kidobjam, nem fogom kidobni. Visszarakom a csomagolásba. Bencének így megcsinálva elviszem. Jó étvágyat. Jó az neki. Azért is adtam 3-ban. Tényleg annyit érdemelt csóroszimáz. Illetve tudom még, hogy mit jönnek. Ja, igen, mivel ő válogatta. ezt nagyon vártuk. Igen. Candy Pop Sour Patch Kids-es. Ez így, tudjátok, ez a Sour Patch Kids. Szerintem erről már mindenki hallott. Igazából ez egy popcorn lesz, ami ilyen savanyú cukorízű popcorn. A Marianna ezt nagyon-nagyon várta. Igen. Már a zacskója nagyon jól néz ki. Imádom a savanyú dolgokat. Nagyon be vagy izgulva. 3 adagot kérek, van egy kezem is. De klassz! Klassz! Nagyon mód is van! Grillás! Te már eszel? Nem, én csak mosolyogtam.
Ó! Még be se vetted a szállat? Nem, meglepődtem az állagán, hogy ilyen nagyon kemény. Ez egy nagyon, savanyú popcorn. Ez nagyon-nagyon-nagyon finom. Ez extra meg extra finom. De nagyon furcsa. Isten, de jó. Úristen, ez nagyon jó. De hogy épp hogy savanyú, egyébként nem ilyen nagyon durva. Lehet érezni a popcornnak is tökre az ízét, de a cukorkának is szerintem. Még kérsz? És azt tetszik, olyan, mint külsőre is, olyan, mint hogyha széttörték volna ezeket a Sour Patch cukrokat, és akkor belerakták a popcornba a darabokat. Nem tudom, hogy pontosan hogy csinálták, mert mint nyilván nem belerakták a fizikáját, nem tudjuk. De azt akarom mondani, hogy foltokban van rajta. Ha beveszitek a szátokban is ilyen foltokban érzitek, nem tudom, hogy ezt lehet-e érezni, hogy, vagy érteni. Yeah. Nem az egész savanyú, meg de az egész jó. Édes, hanem foltokban. Te is kérsz egyet? Edd meg. De arról kellett volna 10-ből 10. Egy-egy falat annyira brutál édes. Az a jó. Én iszok, mert 8, nagyon jó. Nagyon jó. 8! Én sokkal jobban szeretem a sós dolgokat. Taki-taki rumba! Nem! Ez ez a nyalóka. Jó, most már ez a következő, nem válogatunk. Ne! Hol az a takisz? Taki-taki rumba! Szóval takiszt fogunk kóstolni. Én már kóstoltam azt a narancssárga porral bevont takiszt, és amúgy ez a sima nekem nagyon csípett, amit kóstoltam, de finom volt. A takiszt nem is kóstoltam szerintem, szóval ez nekem egy első csípős alkalom. Abban különbözik a legtöbb chipstől. Easy open. Hát ez nagyon easy, testvére. Hát, hogy nem krumpliból van, nem chips, úgy chips. Krumpli chips, hanem... Ezt a szót, hogy chips elmondtad 21-szer egy mondat. Tudom, hanem kukoricalisztből készült. Ja, na itt az easy open. Hú, ilyen fullasztó az illata. Átverik is az egész. Mennyi van benne? Igen, nagyon mini. Videókban sokkal jobban be van kékebb, gomba. Igen. Bekaptad az üvegészet? Hú! Ez frankon rossz. Ez keserű. Hú, nagyon csíp. Nagyon-nagyon keserű utóíze van, de az állaga az extra jó, hogy így ropog. Még egyet eszünk. Ne. Esküszöm olyan, mintha valami ehetetlen dolog lenne. Igen? Amúgy én most másodikat is megkóstoltam, nekem az jobban ízlet, én erre adok egy 10-ből 5-öt. Egy. Ilyen az, hogyha te vagy a furcsámcsikaják kancellárja, szigorú. Mária mögött már 25 év furcsámcsikai tapasztalat van. Szóval már akkor ezeket a kajákat kóstoltam, mielőtt mi megszülettünk. Akkor most legyen ilyen takisz, ami nyalóka, csípős szósza, vagy hogy mondjam, csípős porral darom van. Ebben kettő van, nem? Vagy ez az egy van? Hát én mondtam neked a kettőt, de hogy ne ugyan azt nyalogassuk. Ott van? Miért kell, hogy bajod van ezzel ugyanazt? Nem értem, ezt elég toxik. Hú, ez meg hozzám megy színbe. Hát meg hogy úgy néz ki, mint tényleg, mint egy takisz maga a nyalóka. És most így be lehet így forgatni. Úristen! Úristen, de rossz! Teljesen olyan, amikor gyerek voltam, akkor így magában kóstolgattam a fűszereket, és mint a chip, van chipös fűszerpaprika? Van, hát valamilyen fűszerpaprika. Hát ilyen fűszerpaprika, csak mint ilyen hogy nyalogatnád teljesen önmagában a port. Nekem ez 10-ből 2, takis fuego, nem az én stílusom, nekem maga a nyalóka sem ízlik. Ez nagyon borzalmas, ez minusz 100 000. Mi az? Te is nagyon várod már. Ó, amit nagyon vártam. Mr. Beastnek van egy saját csokia, és én nem is tudtam, hogy van keksze is, meg lehet, hogy van egyéb édessége, nem tudom. Szóval ez Mr. Beast Cookies Double Chocolate Chip. Szóval ilyen... Feastables, ugye az a márkák a neve. Ja, azt nem is tudtam. Ez ment először a kosárba, igazából ez inspirálta az egész videót kb. És nagyon-nagyon szép a csomagolás szerintem. Nagyon-nagyon csokis illata van. Ez nagyon jó lesz, előre láttam. Nem ilyen bolt kinézete van, hanem ilyen kis homemade, igen. Ilyen kis rustikus. Nem tudom elállni. Hú, de kemény. Ez miért ilyen kemény? De nagyon finom. Nagyon jó. Gluténmentes, ezt nem is láttuk. Ez nagyon-nagyon durván csak is, nagyon finom íze van. De amúgy nekem ez nagyon ízlet. Nekem is nagyon ízlik, de egyáltalán nem ettem még ehhez hasonló kekszet, szóval nagyon kemény, de tetszik, hogy kemény, csak óvatosan kell belebánni. Különben beletörik a fogad, lehet. Nekem azt tetszik, hogy nem ilyen extra édes. Én erre 10-ből 8-et adok. Nekem ez nagyon ízlet, de ez a furcsán keményesség, ez levon 2 pontot. Neked is annyi? Ez tetszik nagyon. Buggles Cinnamon Toast Crunch, ami egy fahéjas kukorica chips. Chips? Az van ideírva, kukorica chips. Igen, szóval ez egy chips. Én valamire, Marianna, azt hittük, hogy ezt így tudjátok, ez ilyen reggeliző pehely, nem? Azt hittük, hogy így beleöntöd és tejjel. Vagy én azt hittem. Reggeliző pehely. Ezt hogy mondják? Mit tettem, hogy teljes kaja. Jó. Nagyon jó.
És nagyon jól is néz ki. Igen, nagyon jól néz ki. Ilyen kis sityak-szerű az egész. Extrém fahéjas az illata. Ez nagyon jó. De jó. Kerek meg. Jó, bocsánat. Ne! Úristen! 10! Pedig én nem vagyok műzis. Ez nekem is 10-ből 10, ez max pontot érde, mert isteni finomságos. Nagyon-nagyon jó fahéjas, és ez sem ilyen gejédes, és ilyen kis könnyed. Boldog tánc! Pizza! Maria meglátta ezt nálam, és azt mondta, egyben ezt kell. Deep dish pizza. Ami mi ez a deep dish pizza? Én nem is tudtam eddig, amúgy, hogy ez mi, amíg a Maria nem mondta. A deep dish pizza Chicagóból származik. Bekapcsolt a furcsa amcsikaja enciklopédia. Igen, mert egy furcsa amcsikaja sidóban, mert csináltam deep dish. Kicsit tudod mondani? Chicagóban élő olaszok találták ezt ki, és tulajdonképpen az a lényege, fluffy a tésztája, vastagabb az oldala, tehát magasabb az egész pizza, és a toppingzok, a feltétek fordítva vannak. De nem értem, mert az összetevők ugyanolyanok, mint alapjáraton egy sima pizza, szóval... Az ízre ugyanolyan akkor? Nem jó az illata. Hát te nem, furi illat van, de óriási a chips. Ilyen nagy a kukac. Milyen sok íz van rajta. Ne emlékeztet valami chipsre, amit így régen ettünk. Kiskoromba, Marian meg 60 éve. Amúgy finom az ízene. Majd rám csinom valami fény. Az isteni fény, rám csinom. Amúgy nekem ez nagyon ízlet. Én alapból nem vagyok ilyen chipses. Én ezeket a pizzás ízeket nem szeretem pékáruba se. 10-ből 7-et adok amúgy. Még egy kis darabot be is tolok. Nekem nagyon-nagyon ízik, hát akkor itt hagyhatod. Annyira ilyen minőségi ízű. Igen, nem ilyen gagyi. De amúgy nem is mondanám pizza ízesítésnek, hanem ilyen, nem is tudom. Hanem egy deep dish pizza. 10-ből? 9. Újabb Sour Patch Kids-es dolog. Szóval nagy elvásárlásaim lesznek, viszont ez maga a gumicukor. Lehet, hogy ettem ilyet, Barbival, de nem emlékszem. Nagyon jó színes. Na, ne ennyi már béna. Igen, és mi történik? Olló? Azok egy kés. Volt rajta egy nyitó. Akkor ez a kés nem is meg kellene. Réci, rakd el ezt a kést! Na, akkor kóstoljuk. Piros, csak a piros. Nekem sárga. De jó, mindjárt savanyú. Miről lettél sötét? Bejöttél a képbe. Magyarja! Nagyon finom. Nekem, én szeretem a savanyú ízeket, de ez már nekem kicsit túl savanyú. Uh-huh. Nem is gumicukros, hanem ilyen zselé állagú egyébként. Igen. És azt nagyon nem szeretem a zselét, de amúgy finom. De így egy-kettőnek. Én ezt így nem... Egy-kettő pontot kapok. Nem, hanem ja. Ilyen egy-két darabnak. Uh-huh. Amúgy nagyon durván... Skinny legend, Maria. Igen. Én ilyeneket nem eszem. Extrán durván édes az alap gumicukor. Uh-huh. És akkor azon van egy ilyen savanyú bevonat. Utána jön a savanyodás. Emiatt 5. De amúgy nagyon jó, csak hogy én nem az én stílusom, ezért 5. 10-ből 10. Alapból én így egyáltalán nem szeretem a gumicukrokat. És ez valahogy konkrétan most ezt is így a számba önteném, annyira jó. Ez a kék amúgy jobb sokkal. Akkor már változik a pont egy pillanat. Urászó íze van. Aha, 7! Legyen szerintem most a tárc, amit én már kóstoltam, csak nem ilyen ízesítésben. Egyszer random vettem, megkóstoltam, nem ízlett, és beraktam, azt írták nekem Instagramon, hogy rakjam pirítós sütőbe. És ez úgy jó, hogy megsüti. És egyáltalán nem volt jobb, meg nem éreztem különbséget, de köszönjük egyébként... Köszönjük ezt a hülye ötletet! Nem hülye ötlet egyébként, nem tudom, hogy mi a lényege, de az USA-ban a gyerekeknek úgy szokták adni. Jaj. Nagyon nagy egy darab. Amúgy én meg sose ettem ilyet, és ennek oreós íze van. Kéthatom? Uh-huh. Itt belül ilyen Oreo krémmel van töltve, és a tetején is van ebből a fehér krémből. És ilyen kegszarabkák vannak elvileg még a tetején. Úristen, ami nagyon jól néz ki, nagyon. Ezt nézzétek. Ó, ez nagyon morsázik, Marian. Nem baj. Biztos? Persze. De ezt így szét kell szedni? Ó, kettő? Ja, igen, ez két darab. És ott van belül a krém, nagyon jól néz ki amúgy. Nagyon. Hú, ez sokkal jobb, mint amit én kóstoltam. Hát nagyon jó az állaga. Hú, de jó. Nagyon jó. Én azt a basic alap legelterjedtebb eper lekvárosat kóstoltam, és az annyira műízű volt, nagyon nem volt jó. Ez viszont olyan, mint egy ilyen étteremben a brownie, teljesen brownie íze van. Ilyen krémes az egész. Nagyon nézték, isteni az íze. 10-ből 7-et adok rám, amúgy nekem. Most konkrétan beszélni állítok, annyira tömény. Szóval ebből egy egészet meg se tudnék enni, nem hogy egy egész dobozzal. Tök érdekes, mert pont ezt akartam mondani, hogy azt tetszik, hogy egyáltalán nem gáj. Nekem nagyon. A csípőség birodalmába vezünk vissza. És van nekünk egy ilyen rágónk, ami csípős rágó, ilyen kis,
Látjátok ezt? Hát, hogyha nem is, akkor képzeljétek el. Valami csupa csupszos, amit rendeltünk, nem? Ez nem az a már? Nem, ez nem az, ez Atomic Fireball! Hányok egyébként, annyi cuccom benne. Ó, ez cukor? Nem tudom. Akkor kemény. Kezdődik. Pati, csíp. Nagyon csíp. De ki vesz csípő cukorkát? Oda tartottam a kezem, hogy ki akart kapni. Igen. Ez volt a hújtott reakció. Ez igazi barátság. Ilyen apukkal ösztönök. Hát nagyon nem jó. Vagy te Csepi? Ízre tetszik. Amúgy tetszik ízre, viszont nagyon csíp. Nekem nem csíp. Nekem tudod milyen íze van? Mint egy fahéjnak. Igen. Elnézést, egy fahéj kihívásban vagyok? 2014? Nagy mennyiségben a fahéj, ugye csíp. Van lehet, hogy így oldatták meg, hogy csíkem. Én erre 10-ből 2-t adok, nekem ez nagyon nem jön be, pedig imádom a fahéjat, de hát ez érdekes volt. Marianka? Nekem... Mit mondanak? Nekem ízlik, de nem értem az ötletet. Ki akarja azt, hogy konstans csípős dolog legyen a szádban, amíg el nem olvad fél óráig, vagy nem tudom, mert ez hatalmas, hogy ez a golyó. Ugye Mariannak lett TikTok csatornája is. Szóval kövessétek be. Twitch-en, következő, ez egy nagyon furcsa dolog, amúgy nem is tudom, hogy mi ez. Twinkles! Így néz ki. Ez micsoda, Marian? Ez egy gumicukor? Ez is ilyen gumicukor? Nem tudom. Nem tudsz olvasni. Várj, ez nem is angol. Na, spanyolul vannak rajta, szóval mit jelent, hogy ez nagyon fog megint csípni. Oda is van írva, Relenos. Tízes jel, az mit jelent? Lina, fordítsd le azonnal, léci, Lina! Ez volt az, ami, tudod, ilyen érdekes gyümölcs volt. Ott van ananászos, és mi az az érdekes ez gyümölcs? Ez ami földi magyarul, nem? Nem. Ezt Ati majd kírja utólag, hogy pontosan micsoda. Jól nézzük egy egész húdat meg tudunk enni. Törjük ketté, jó? Jó. Ez ilyen büdös? Hú, ecet szaga van. Hú, de gyümölcsös. Kicsike. Vagy, ez a sok íz? Nagyon sok íze van. Miért mint hogyha 100 dolgot ennék egyszerre. Jézusom! Egy kis mazsola ízt is, nem tudom, mit is érdek. Csíp most. Igen, csíp. Az utó ízed nagyon-nagyon-nagyon csíp nekem. Ilyen torokra menősen csíp. De amúgy nekem ez ízlik? Hát az első ízre nekem is, de utána nem. Savanykás, édes, nekem ez túl fura. Nekem ez 10-ből 9. Ebből akármennyit tudnék enni. Oh, egy! Azért ennyire nem volt olyan. Nagyon csíp nekem, én tudod, nem bírom. Ez a dolog, nem teljesen így akartuk, ez mi ez? Roll-ups, ami ezt nem is ismertem. Kezdjétek el, Ati nem ismeri azt a TikTok trendet, amikor ebbe a fruit roll-upba... Ekkora bumer vagyok, bezzeg a Marian tudta. Jazzívok, betekerik a fagyi, és akkor abba beleharapnak, és ilyen kemény lesz az egész. Kezdtük egyébként rosszul lenni. Ezt így most hogy kell ezt tekerjem így ki? Ki kell tekerni? A Marian éppen műt, én pedig addig vagyok. Szokásos szerep. Egyébként ez egy ilyen puha ragacsos dolog, és hogyha ugye a fagyit beleraknánk, és összetekernénk, ez megkeményedne. Olyan, mint egy arcmaszk. Azért most egy stream előtt nem próbálom ki, ezt is eltéped. Hát, valamit... Ez az én falatom. Jó, hát most na, ez elég furi. Olvadóságú íze van, olvadóságú állaga van, nem értem a kivitelezést, hogy miért ilyen. Tekerentyűs. De finom. Ja, rádobod a fogamlikára. A mire? Hú, nem kérem. Puri, nem teszik. Fura az állaga. 10-ből 1. Ugyanolyan íze van, mint a Mauma. Mi van? Mauma. Mauna. Ismered ezt az olvadosságú márket? Nagyon híves. Ja, de. Mondjuk 7. Kövessetek be minket TikTokon, és valamelyikünknek a TikTok-el lesz ilyen videó, hogy kipróbáljuk közösen fagyival. Senki Marian az egész videó alatt, kövessetek TikTokon! Az utolsó dologhoz értünk. Ami ez, úris, én ezt vártam a legeslegjobban. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, és Ati ezt nem is ismerte. Nem. Én is TikTokról ezt is ismertem. Ezt mérjük meg a TikTokról. Hát, hogy ugye kövessetek a TikTokon. Ez egy mac and cheese, ami nem akármilyen, hanem a Cheetos márkának van ilyen mac and cheese-e, ami ugye cheddar sajtos és baconos, és én ezt sok TikTok videóban láttam, és most együnk ezt gyorsan összedobjuk a konyhában, és azt eljük. Én amúgy very disappointed vagyok. Nem valami... elég szószos? Aha, egyetlen nem. De nem rossz, rossz a recept. Viszont, ami pozitívum volt... Hogy... Nem mondtad, hogy vegyem fel! Igen, elfelejtettem! És de az arcod ilyen konyhavicces. Teljesen papírdobozba érkezett, és benne már rögtön a tészta volt, illetve egy papírcsomagolásban a por. Szóval, igen. Ami meglepő, itt rengeteg műanyag volt, de ebben nem volt egy darab sem. Jó étvágyat!
Hát kéne még rá 2 kiló szósz, nem? De ízre extra nagyon finom, igen, ilyen tényleg érződik a Cheetosnak a sajtos íze. A bacon-t egyébként nem nagyon érzem, talán egy picit ilyen füstös íze van. Picit érzem, igen, füstös íz. De amúgy szerintem isteni finom. És látok amúgy ez tök kevés kalória, szóval konkrétan ez az egész adag, amit megcsináltunk, azt írta, hogy 330 kalória, így mindennel együtt. Én meg így mondom, mivel azt hittem, ez minimum 1000, én azt a füstös íz annyira nem preferálom, nem úgy tök jó, nekem 10-ből 9 pontot ér az. Neki 10-ből 10, ezt már így nem mondom. Azt azért tegyük hozzá, hogy én nagyon el vagyok szokva a rendes tejtől. Ja, a rendes kaják ízétől. Nyilván ilyen mű ízű, de ugye raktunk hozzá tejet, amit én nem iszom egyáltalán, úgyhogy nagyon jó lesz. Nem ülök, hogy finom, akkor holnap már nem fog jól ízni. Ennyi lett volna az a videó, hát köszönöm, hogy ilyen karcén benne voltál. Én köszönöm, nagyon-nagyon jól éreztem magam. De hogy én is. Elfelejtettem mondani egy nagyon fontos dolgot, kövessetek a TikTokon. Ha tetszett az videó, lájkoljátok, nézzétek meg Marian TikTokját, ha még nem tettétek volna meg. Amúgy van YouTube csatornája, és ezt nem tudom, hogy tudjátok el. Sziasztok! Sziasztok!